örülök annak, hogy ez a 10 éves város azokat a célokat, amiket ezzel a 10 évvel megfogalmazott, azokat a célokat nagyjából tudta teljesíteni. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az ünnepségre egybegyűlteket. Kiemelte, mindez, amit nagymányokon elértek, azt bizonyítja, hogy bátorsággal még a lehetetlennek tűnő tervek is megvalósíthatóak. Csak a fejlesztésben lehet mindig gondolkozni, és az előre menekülésbe, és így akkor mindig van jövőnk. A most elnyert projekt a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra bővítése, mely az iparterület elérhetőségét és feltárását segíti. Orbán Attila megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, Tolna megye élen jár a fejlesztések területén országos viszonylatban is. A modern korban van egy gyorsasági verseny is, és én azt hiszem, hogy ilyen szempontból ők szerencsések, hogy hamar felébredtek, kezdeményeztek és már elindultak. Biztos, hogy előnybe lesznek azokhoz képest, akik majd ezután fognak valahol ipari parkot létesíteni. A megbízhatóság és az eredmények hozták, hogy már nem kérdés, Nagymányok gazdaságilag meghatározó szereplő lesz a térségben, mondta Karl Béla polgármester. Két dolog kellett hozzá, hit, hogy ezt meg lehet csinálni. A másik pedig, hogy amit ígértünk a betelepő vállalkozásoknak, azt maradéktalan teljesítettük. Így volt ez az útnak a kezdetén is, hogy megértem, hogy be fogtok tudni állni egy makadám szólt úton, de eddig a határidőnk megépül majd az út, legalább a kaputokig, és ez így történt. És ez a hitelesség, vagy nem tudom minek nevezem, ez azért hat. A tervek szerint a most átadott út következő szakaszával egy a város központját teljesen elkerülő útszakasz jön létre az ipari övezetben. A területi operatív program 80 millió forinttal támogatta a fejlesztést.